barátaimnak a imádságával csöndesedjünk el. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, igen, egyre ültünk itt, és a szentek egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra. És soha meg nem szűnünk áthárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. S kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázatra kérünk, szerető irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak révén afelől, hogy hitáltal részesévé lehetünk a te bennek jelentett kegyelmednek, mely vagy bennekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Sámuel első könyve első részéből szeretnék a mai ószövetségi ige szakaszból részleteket olvasni. Volt egy ember, akit Elkánának hívtak. Két felesége volt, egyik neve Anna, másiknak Peninna volt a neve. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának, ott pedig Éli két fia, Hofni és Finneás volt az úr apja. Elkána nagyon szerette Annát, de az Úr bezárta Anna mélyét. Betétással is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a mélyét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az Úr házába. Ő meg csak sírt, és nem ölt semmit. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek, és itt a Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az Úr templomának az ajtófélkájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta, seregek Ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondold lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Éli így szólt, menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Azután elment az asszony a maga útján, evett, és nem volt többé szomorú az orca.
egész úton hazafelé azon gondolkodám. Jutott eszembe számtalan szedélyesze gondolat. És tűzbe ment a terv, mert mindig visszaférkőzött az agyamba, szívembe a kérdés és aztán a válasz is. Hogyan is lehet a meddő tehetővé? El kellett kezdenem Annának a fejével gondolkozni, és végig gondolni az elmúlt 30 életet, az intézménynek, az iskolának, gyülekezetnek, egyházunknak a történetében. Miképpen születhetett és maradhatott meg ez a közösség? Persze tudjuk, hogy a bölcs nem fejti meg, csak a hűszíveknek adja ezt a titkot, de az ő szavát lesve mégis van esélyünk megtalálni a helyünket, és minden más csak önállítás. Fel kell ismernünk azt, hogy mi egy nagy történetnek a részei, részesei vagyunk, lehettünk, amiben mindenben Istenről szól minden, minden történet Istenről is rólunk szól. Elsősorban nem arról, amit mi tettünk, hanem amit ő tett, értünk, mert minden értetek van, mondja az apostol, és mindenben Istennel van dolgunk, mondja Kálvin. Anna végét bezárta az Isten. Az Isten zárta be. Így is lehet látni a meddőséget, a hiába való próbálkozásokat, a kiszolgáltatottságot, a megaláztatást, a perifériára szólást. De biztos, hogy sok hiába valónak látszó, termékeklen, szűk esztendőnek kellett eltelni Anna életében is, mire Isten megnyitotta a méhét. De talán éppen ezekben az időkben tanult meg ez az asszony igazán Istenhez fohászkodni és könyörögni. Hányszor érezhette hiába valóban az imádságot, az áldozatot, a templomba járást? Eredménytelen volt. Ráadásul még gúnyolták is. Megalázták, lenézték, vonulnak és részeknek tartották. De ez az Isten titka, hogy éppen a halál árnyékának hölgyében, éppen a sötét avarutakban tanulja meg az ember azt, hogy nem szabad mégsem feladni. Éppen ezek az évek taszították közelebb az Istenhez. Könnyes évek voltak ezek. De így tanult meg álhatatosan imádkozni, és vált szíve hűségessé a atyához. Minél jobban leintették, ő annál jobban könyörgött. Át kellett élnie, hogy Isten irgalma és kegyelme nyithatja csak meg a bezárt méhet, a bezárt ajtókat, de ő megnyithatja. Ezt nem lehet el tőle senki. Semmilyen külső gát, gúny és hátratétel. 30 évvel ezelőtt egy hosszú ideje terméketlenségre, meddőségre ítélt vidék mélyében gyermek fogant és született, vajudásainak nyomait a mai napig hordozva. Egy olyan időszak után, amikor azt mondta a rendszer, hogy ennek az anyának, anya szent egyháznak nem lehet több gyermeke, gyülekezete, iskolája, felejtsük el, mondjuk le róla. Herodessa meglévő közüket pusztította. Ráhelynek csak az jutott, hogy síros a gyermekeit. Annának pedig keserves sírásban fogant imádságai maradtak csak. De micsoda nagy érték ez, micsoda kincs ez. Hit abban, hogy amit Isten zárt be, azt ő meg is tudja nyitni. Ott, ahol néhányan reménység ellenére reménykedni mertek, Isten egyszer csak megnyitotta az zárt ajtókat, és megszólalt Ézsaiástól.
Újjon meg dő, aki nem szültél, vigonuljon. Örvendj, aki nem vagyottál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Széles helyet keres sátradnak. Feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben. Húzd meg köteleidet, erősen verd le a cövekeidet. Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid a népek örökségébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be. Ne félj, mert nem hallasz szégyent. Ne pironkodj, mert nem ér gyalázat. Ifjú korod szégyenét is elfelejtett, özvegységed gyalázatára nem emlékezett többé. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek serege ura a neve, és aki megváltott, az Izrael szentje, akit az egész föld istenének hívnak. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked. Mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dolgálok meg többé. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek. De az én irgalmasságom tőled ellen távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól, könyörülő Urad. 30 év után csak azt mondhatjuk, nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te nagy nevednek szerez dicsőséget, a Te kegyelmedért és hűségedért. Miért tette ezt Annával, és teszi velünk is az Isten? Mert terve volt Annával, és gyermekével, Sámuellel, és terve van velünk is. Én tudom, mi a terve veletek, mondja az Úr. Terve van választottjaival, egyénnel és közösséggel, személy szerint és nemzetség szerint, gyülekezeteivel, akiket ő hívott életre, akiknek mindig tudniuk kell, hogy nem a magunkéi, hanem a mi hűséges megváltónknak, a Jézus Krisztusnak a tulajdonai vagyunk. És ez kötelez minket. Egy nagy történet kis epizódjaként vagyunk jelen Isten tervében, de jelen vagyunk. Isten hívásának gyümölcseként, hogy gyümölcsöt teremjük. Mert Jézus mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottam titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és akik gyümölcsötök megmaradjon. Ővé a dicsőség, nekünk pedig arcunk virulása. Csoda volt a születésünk, csoda a megmaradásunk is. Szégyenkezve kell rácsodálkoznunk, hogy még nincsen végünk. Pedig hányszor és hányféleképpen védkeztünk Isten és egymás ellen. Tettük azt, ami utálatos az ő szemei előtt. És ő mégis megtartotta egyházát, gyülekezeteit, iskoláját, apjai, tanárai és diákjai ellenére is. Akkor is, amikor ragadományként kezeltük, tulajdonunként hittük, tulajdonunknak hittük. Mert ugyan minden értünk van, de tudnunk kell, hogy minden az övé. Mi maximum bábák és haszonvalas szolgák lehetünk. Irgalmas Istenünk van, aki nem azt adja, amit érdemelnénk, hanem kegyelemből azt, amit nem érdemlünk meg. Sámuel életének volt egy fontos titka, édesanyja már akkor Istennek ajánlotta, amikor még meg sem fogant, még meg sem formált szentkezet. Már elválasztál engemet, hogy társam vége földön. Isten választott és szentelt meg bennünket. A maga számára különített el a szentség, ezt jelenti a megszentelés, hogy elkülönítette, az Isten számára elkülönített. Anna azt az ajánlatot te
betartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Amen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Téged áldunk, Urunk, mert egyedül téged hívett dicséret. Köszönjük, hogy a te kezedben minden rendben van, mert ott van minden, az életünk, a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is. Köszönjük, hogy jó kezekben lehetünk. Kérünk, hogy tégy bennünket kedvesebb gyermekeiddé. Áld meg ezt a helyet, legyen Isten dicsőségére, legyen fákja, legyen rámutató jel és csillag, hogy a te világosságodban is ismerhessük fel, hogy mi a dolgunk, feladatunk, helyünk ebben a világban. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a föl.